Hogyan lehet elkerülni a büntetés, ha nincsen egyetlen gyöngyöt sem, és üldöznek a pirányák, és hogyan győzedelmeskedhet a ragadozó halak világában egy aprócska csikóhal? Ezek mind kiderülnek a vízeljárókból, Medvecki Balázs regényéből, a szerző a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Jó estét kívánok. Te egyébként azon a szigeten, amit kreáltál, amit kitaláltál ebben a könyvben, azon szívesen élnél? Attól függ, hogy ki lennék. Egyébként itt, hogy meg ne tévesszük a nézőket, ugye nem állatokról beszélgetünk, hanem emberekről, akik bizonyos tengeri állatokról vannak elnevezve, hiszen az egész történet egy szigetvilágban játszódik. Elég ősi, primitív körülmények között egy nem létező földrajzi és történelmi környezetben, ahol ugye az a lényeg, hogy az igazságszolgáltatást olyan emberek végzik, akik tudnak járni valamilyen okból a vizen. Ez a társadalom, ez megvolt a fejedben, ez a világ már valahol benned volt, amit ki akartál írni, vagy a történet volt meg előbb, és a köré kanyarintottál egy ilyen víziót? Hát előbb dalszövegírásról beszélgetetek, és hallgattam le. Én magam úgy vagyok ezzel, hogy a második verziót vallom, ez egy matematikai történet, tehát van egy alapvető üzeneted, amit el akarsz mondani. Ennek az egész regénynek az alapvető üzenete az, hogy megmutassa az igazságszolgáltatás visszásságait. És akkor ehhez keresel egy főhőst, ez az a bizonyos csikóhal, egy szegény árva kisfiú, aki sodródik a hatalmasok játszmáiban, és akkor rajta keresztül próbálod meg elmesélni azt, hogy milyen az, amikor az igazságszolgáltatás és a jog viszonya nem egészen tiszta. És miért pont a csikóhal, pirányák, halak, vízi világhol, a vízanya az úr ugye a regényben, tehát miért pont ilyen környezetben? Most közelítesz ahhoz, hogy spoilerezzük a végét. Nem, a végét most nem fogjuk elmondani. Mondjuk azt erre a kérdésre, hogy azért, mert ez egy szigetvilágban játszódik, nagyon primitív körülmények között, és az emberek kötődnek azokhoz az élelmiszerekhez és állatokhoz és a gyöngyökhöz magukhoz, ugye a szerelem az a gyöngykagyló, a lány a fiúnak a szerelme, tehát hogy mint egy ősi környezetben ezekről nevezik el egymást, és ott élnek. Akkor nézzünk, ne spoilerezünk semmiképpen, hanem nézzük inkább az író oldaláról, az írói eszköztárat, hogyan lehet azt megvalósítani, vagy te hogyan oldottad meg, hogy egyszerre legyen humoros, mert azért szerintem ez küldetése ennek a regénynek, és egyszerre legyen egy olyan mély tartalma és mélyebb rétegei, ami mondjuk hivatott azt bemutatni, amiről az imént beszéltél, az igazságszolgáltatásról. Szerintem a szatirának az a lényege, hogy megpróbálsz nevetni azon, amin sírni kéne, és ettől egyszerre lesz vicces is, és egyszerre lesz valamilyen típusú mély tartalma. Ugye a szatira az megkeresi az emberi gyarlóságokat. Itt konkrétan azokat a típusú gyarlóságokat, hogy viselkednek bizonyos típusú emberek, amikor hatalommal ruházzák föl őket, és mennyire forgatják azt a közösség érdekében, és mennyire hajlik saját maguk felé a kezük, és ezekből jönnek azok a szituációk, amik humorforrásként is tudnak szolgálni, és ugye adott egy főhős, aki áldozata ennek az egész történetnek, és kell legyen valahol egy jellemfejlődése, amikor azt mondja, hogy szembeszegülök ezzel, és megpróbálok győzedelmeskedni rajtuk, és kifogni ezeken a vízenjárókon, akik úgy szolgáltatják az igazságot, hogy a vízen járnak, és kinyilatkoztatnak, és bármit mondanak, annak úgy kell lenni. Az írói létednek neked megvoltak azok a stációi, ahol nem tudom, valahol hallottam vagy olvastam, és nagyon találónak véltem, hogy először az ember fiatalon, hogyha van affinitása az íráshoz, akkor választ egy ikont magának, akit elkezd másolni, utána ezt félredobja, azt mondja, hogy hát ez így nem lesz jó, keresi a saját hangját, ír, akkor rájön, hogy az sem jó, amit ír, és szépen letisztul az egész, és megtalálja azt az írói hangot, amivel aztán később lehet dolgozni. Itt arra is célzok, hogy mondjuk Karinti vagy Rejtőnek a hatása azért a fanyar és ironikus humorban, a társadalom kritikában megjelenik. Olyan szerintem nincs, hogy valakire nem hatnak elődök. Tehát, hogy ha ezt a könyvet nézzük, akkor konkrétan itt két nagyon erős hatás érzékelhető, az egyik Rejtő, a másik Fonnegút. Tehát én nagyon-nagyon szeretem Fonnegútnak is a kicsavart humorát. Melyik a kedvenc könyvet tőle? Hát, ilyen nincs, hogy kedvenc könyv, tehát a macska bölcsőtől a Galapagoszon keresztül, tehát hogy rengeteg, és mindegyik más, és mindegyik nagyon jó. Ha Rejtőhöz visszamegyünk, akkor ugye menjünk el az ellopott futárhoz, ami valami hasonlót boncol, egészen másfajta környezetben és más megközelítésben. Mi történik? Adott egy Ész Lajos nevű lecsúszott
zseniális jogász, aki egy jelöltnek diktálja a lecsúszott környezetbe, a külvárosba élete főművét, amiben jog és igazság viszonyát akarja boncolni, de mint kiderül a végén, a jelölt analfabéta, tehát nem ír semmit. Igazság és jog viszonya csupa megsárgult üres papír. Hát Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszéltünk a könyvedről, és nagyon remélem, hogy azért túl sokat nem spoilereztünk. Olvass el mindenki. Köszönöm szépen.